Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Az elmúlt hetekben rengeteg pókemberes hír és minden, ami lehetett, csak kijött erről az egészről. Még október első hetéig várhatóan vegyes témáról lesz szó a csatornán, lesz deadpoolozás, Agatáról is fogunk majd beszélni, illetve a Kang dinasztia is, dúmozás is lesz, igazából minden, ami az elmúlt hónapokban terítékre került. Utána október második hetétől, vagy október első hetének, tehát hogy 7.-8.-ától várhatóan pókemberezni fogunk 2-3 naponta, megjön a Venom, aztán jön még egy pókember sorozat, és hát az elveszett ember is Kraven, szóval utána a hét hátralő részében jön pókember mennyiség szempontjából, minőség szempontjából már meglátjuk, hogy milyen lesz, de mindenféle pókemberes tartalmat fogunk hozni, azt úgyis nagyon szeretitek, én is nagyon élvezem csinálni, szóval ez egy ilyen ízelítő, ilyesmi teóriákra kell számítani, ugyanis nézzük, hogy miről van szó ma. Mert hogy a Pókember 4 kiváló helyzetben van ahhoz, hogy felhasználja azt a gonosztevőt, akit a Pókember nincs az út, kihagyott. A No Way Home egy rendkívül laza adaptációja a One More Day képregény történetének, melyben Peter Parker, akinek a titkos kiléte a polgárháborús történetév során vált köztudomássá, feláldozta házasságát Mary Jane Watsonnal, hogy megmentsen egy haldokló ménénit, és eltüntesse ezt a tudást a világból, hogy Peter Parker a pókember. Pókember némileg hasonló helyzetben van a Nincs az a útban, de egy másik karakterre támaszkodik, Dr. Strange-re. A One More Day-ben Pókember több szövetséges segítségét kéri, miközben megpróbálja megmenteni ménénit, de végül a szupergonosz Mephisto az egyetlen, aki képes segíteni Peternek. Mephisto, akit különféle karakterekhez lehet kötni, mint például Dr. Doom, az Ezüstutató és a Ghost Rider, egy szinte mindenható kozmikus lény, aki felajánlja, hogy megmenti May nénit, és helyreállítja Peter titkos személyazonosságát az ő és a Mary Jane házasságáért cserébe. Mephisto szerepe a képregény történetében felvett néhány fontos elméletet az MCU idővonalon való debütálásról, de ez még nem valósult meg. Egyelőre meglátjuk, hogy az aktuális Agatha behozza-e őt. Amúgy amikor volt a Nincs az a út korszak, akkor ez egy szóba jövő teória volt, hogy a film igazi főgonosza az Mephisto Doctor Strange áruhájában. Ez természetesen nem volt igaz. Mephisto hiányzott a No Way Home befejezéséből, amelyben Doctor Strange ismét megváltoztatta a valóságot, ezúttal nem csak ő és Parker, hanem a zöld Manu által okozott károkat is. A multiverzum szakadásainak kijavításához és az alternatív univerzum gazembereinek saját valóságba való visszajutásához Strange-nek el kellett törölnie Peter Parkert gyakorlatilag a köztudatból. Végül Peter titkos személyazonossága ismét titkos lett, de egyedül volt, így a Nincs az a út sokkal melankolikusabb véget ért, mint a One More Day, még Mephisto távolléte ellenére is. Na de miért hozom most ezt fel? Nem csak az Agatha miatt, hanem a hírek szerint Pókember személyazonossága újra, újra terítéken lesz, és újra ki fog derülni a negyedik filmben, az MCU-ban. Így adná magát a Mephistós üzlet, mivel a világ megfeledkezett Peter Parkerről, talán szeretne valami módot arra, hogy visszakapja a régi életét, ez pedig Mephisto számára egy lehetőség lenne, már csak a Doomsday-re nézve is, ahol Doomnak egy szövetségese lehet Mephisto. No de mit mondok én erről a teóriáról, mint kritika? Szerintem lehet néha most már lesznek ilyen úgymond kritikák, nem valószínű, hogy ez meg fog történni. Lesznek mostantól ilyenek, szóval meglátjuk. Ez túl ilyen komplikált, túl ilyen képregényes, nem annyira földhöz ragadt, de úgy gondoltam, hogy az Agatha miatt, meg a pókember hírek miatt érdekes ezt a Mephistós szállat belehozni ebbe az egészbe, meg hát aztán lehet, hogy igaz lesz. Meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, a héten még egyszer érkezünk, és aztán ennyi volt a szeptember, szóval találkozunk abba a videóba. Sziasztok!